Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Nem lesz kötelező a koronavírus elleni oltás, hiszen ez egy szabad ország, nem diktatúrában élünk, mondta mindezt Orbán Viktor áprilisban. Azt is mondta a miniszterelnök, hogy az oltás golyóálló mellény, lepattan róla a vírus, és ha mindannyian beoltatjuk magunkat, akkor majd nem lesz kit megfertőzzön, és vége lesz ennek a válságnak. Egyetlen vakcina esetében sem lesz szükség harmadik oltásra, ezt már Gulyás Gergely mondta az egyik kormányinfón, de szintén áprilisban. Ezek azok a hazugságok, amelyeket az önök szereplői mondtak el, de Nacsa képviselő úr hiányolta a szakembereket, ezért most mondani egy pár szakembertől hozott véleményt, amely nem igazolódott be. Nem lesz negyedik hullám ilyen átoltottság mellett, ezt mondta Merkeli Béla májusban, sőt azt is mondta, hogy 2022-ben egyenesen nem lesz Covid Magyarországon, egy-egy Covid eset előfordulhat, de nem lesz Magyarországon jelen ez a vírus. Hogyha hallgatnának erre a szakemberre, akkor 2022-ben nem kellene meghosszabbítani a veszélyhelyzetet. Ami viszont lesz, na az meg a nyáimmunitás, ezt is mind Rusvai doktor, mind Szlávik doktor, mind Merkeli doktor 5-6 millió oltottra satszolta, hogy ekkor fogjuk elérni a nyáimmunitást. Most látjuk, hogy ez az oltottsági szint megvan, a nyáimmunitás meg sehol nincsen. Azt is mondták 2020. decemberében, egy évvel ezelőtt, hogy az oltásoknak legfeljebb egy-két napig tartó mellékhatása lehet, és hogy a vakcinák valószínűleg élethosszig védeni fognak. Hát semmi nem úgy lett, ahogyan azt önök mondták egy vagy fél évvel ezelőtt a járványkezelésről vagy az oltásról. Most már ezért arról beszél ugye Orbán Viktor, mint hogy nem lesz más megoldás, mindenkit be kell oltani, és a kommunikációjukat teljes egészében az oltatlanok ellen irányítják, ami egészen elképesztő. Eleinte önök csak a vírussal harcoltak, most már nem a vírus a veszélyforrás, hanem az oltatlan honfitársaink, az oltatlan embertársaink, ezért mi feljelentést tettünk a kormány kommunikációja miatt.